Molnár Farkas Márk 12 éves kisfiú 3 hónapos kora óta a kórházakat járja. 6 éve kapott egy új vesét, most máját ültetésre vár. A Csodalámpa Alapítvány a Csibó segítségével most teljesítette egyik kívánságát. Szeretnénk nekik szerezni, és olyan élményt, amiből erőt meríthetnek a gyógyulásukhoz. Ebben van segítségünkre a Csibó, hiszen ezeket a kívánságokat úgy tudjuk teljesíteni, hogy pénzt szerzünk hozzájuk adományokat, és a Csibó támogat minket ebben. Az első ilyen beteg gyermek, aki egy laptopot kért éppen azért, hogy a társaival, szüleivel tudja tartani a kapcsolatot, és a külvilágról egyáltalán tudjon tájékozódni akkor is, amikor beteg, amikor kezelik, és kórházban kell lennie. Én nagyon büszke vagyok arra, hogy olyan cégnél dolgozhatom, aki tényleg komolyan veszi a társadalmi felelősségvállalást. A Csibó az alapvetően kávéról szól, nekünk ott vannak a gyökereink. Az anyacég pont ezért Kenyában az egyik ültetvényen támogatja a gyerekeket, az iskolákat. És úgy gondoltuk, hogy mi Magyarországon is a gyerekeket szeretnénk támogatni, és így kerültünk kapcsolatba a Csodalámpa Alapítvánnyal. Ennek az együttműködésnek a keretében mi garantáltan 1 millió forintot adunk, hogy minél több gyerek kívánságát teljesíteni tudjuk, és nagyon szorosan együttműködünk a Csodalámpa Alapítvánnyal annak érdekében, hogy megtaláljuk azokat a gyerekeket, akiknek igazán szükségük van ezekre a segítségekre.